üres utak, szinte nulla forgalom. Miután idehaza is kitört a koronavírus járvány, ezt a látványt szokhattuk meg az utakon. Még annak ellenére sem ültek sokan kocsiba, hogy az üzemanyagok árai rég nem látott mélységekbe zuhantak. Most már, mintha mi sem történt volna, nagyjából ugyanannyi járművel találkozhatunk a hazai utakon, mint a pandémiás helyzet előtt. Lényegében, ahogy lecsengett az első hullám, visszatértek a volán mögé a sofőrök. Ez a megyei matricák növekvő keresletén látszott meg igazán. Májusban 9, júniusban pedig 15%-kal több megyei matricát vásároltak az emberek, mint egy évvel korábban. Ez igazából 5,5 millió megyei matricát jelent az éves fél évében, amiből 2 millió volt megyei matrica, tehát jól láttanak az arányok, hogy ez egy erőteljes számot jelent az összes eladott matrica tekintetében. A legnépszerűbb matricák egyébként a Pest megye, Fejér megye, Somogy megye volt itt a nyári hónapokban, ami egyértelműen a Velencei tó és a Magyar-tenger, a Balatonnak a népszerűségét jelzi. A vezérigazgató elmondása szerint ebből is jól látszik, hogy az emberek a belföldi turizmus irányába mozdultak el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is sok 25 ezret meghaladó matricát adtak el, közel 4,5%-kal többet, mint tavaly ugyanilyenkor. Ezzel az ötödik helyen állunk a megyék rangsorában. Közben nem csak az autópályák, a közutak forgalma is növekedett a március-áprilisi mélypont után. Június közepére, július elejére már meg is haladta az előző évi adatokat. A teherfuvarozás pedig mintha meg sem érezte volna a pandémiás helyzetet. Volt egy kis visszaesés, de lényegében már júniusban magasabb is volt a teherfuvarozásnak az aránya, mind az útdíjat tekintetében, mind pedig a közúti közlekedés forgalmi adatait tekintve. Tehát ott lényegében, míg ha az első 6 hónapot nézzük, akkor az e-matricás, tehát a személygépkocsis forgalom az körülbelül a 80%-át produkálta a tavalyinak, addig az első 6 hónapban, 2020-ban a tehergépjárműves forgalom még kicsivel többet is mutatott, mint egy évvel korábban. Az év első 6 hónapjában vinyetta vásárlásokból közel 42 milliárd, EUD-ból pedig több mint 132 milliárd forint folyt be. Ennek is köszönhető, hogy a NUSZ ZRT idénre tervezett éves bevételének több mint a fele már meg is érkezett a költségvetésbe.